November 25-én délelőtt a járóbeteg szakrendelő előtt közlekedésbiztonsági napot szervezett a Városi Baleset Megelőzési Bizottság. Az eseményre azokat várták, akik mozgássérültként kerekesszékkel közlekednek. Egyre több ilyen járművet, vagyis elektromos mopedet látunk Tiszafüred utcáin is, de nem igazán tudjuk, hogyan működnek, hogyan lehet közlekedni velük. Ez a mozgássegítő kisautó a 3 vagy 4 kerekű mopedek elektromos változata, amelyet nem csak rokkantak, hanem minden mozgásában korlátozott személy használhat, akár utcai közlekedésre is. A mopedeknek 2 hátsó kerekük van, és legtöbbször ezeket a kerekeket hajtja meg a motor. Elől 1 vagy 2 kerék segíti a kanyarodást. Általában akkumulátor meghajtásúak. Az akkumulátor ereje határozza meg a megtehető út hosszát, a maximális sebességet és a lejtő magasságát, amin fel tud kapaszkodni. A járművek műszerfalán lehet állítani a sebességet, kapcsolható az index, a sebesség, a világítás. A Városi Baleset Megelőzési Tanács és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság képviseletében Cirbik Csaba a közlekedési alosztály megbízott vezetője, és a Sanitas Corporis Kft. Szervezte meg ezt a közlekedésbiztonsági napot, ahová meghívták mindazokat, akik ilyen mopeddel rendelkeznek. A jelenlévőket először ifjabb dr. Beranek László köszöntötte, aki arról beszélt, hogy az évszak változása milyen nehézségeket okoz a közlekedésben. Fel kell készülnünk a hosszú sötétségre, a ködre, a csúszós utakra. Nem csak magunkra kell gondolnunk, hanem a járművünket is fel kell készíteni az őszre, a térre. Dr. úr elmondta a rendezvény menetrendjét, egy elméleti előadás után gyógytorna, majd a mozgássérültek egy akadálypályán próbálhatják ki, hogyan tudják irányítani a mopedet. Beranek László kiosztott néhány fotót arról a tavaszi rendezvényről, ahol a jelenlévők először találkoztak. Cirbik Csaba alosztályvezető elmondta, hogy nem csak az időjárás változik, hanem a jogszabályok is, ezért érdemes a KRESZ szabályairól újra és újra beszélni. A mopeddel közlekedőknek a gyalogosokra, illetve néhány esetben a kerékpárosokra vonatkozó előírásokat kell betartani. Ezt a közlekedési táblák jelzik számukra. A látni és látszani elv még fontosabb most az őszi ködös időben. A mopeden ugyan van lámpa, de nagyon alacsonyan, ami egy magasabb felépítményű autóból nem biztos, hogy látszik. Ezért javasolta a mopeddel közlekedőknek, hogy például a kabátjukon egyéb világító eszközt is helyezzenek el. A rendőrtiszt hangsúlyozta, hogy útkereszteződéseknél elsősorban a zebrán keljenek át, ahol elsőbséget élveznek. Ajánlotta a jelenlévőknek, hogy ahol van kerékpárút vagy kerékpársáv, ott közlekedjenek. Cirbik Csaba bemutatta azokat a közlekedési táblákat, amelyeket feltétlenül ismernie kell és figyelembe kell vennie a közlekedőknek. Az előadásba bekapcsolódtak a jelenlévők is, sorolták, hogy milyen közlekedési problémával találkoztak eddig, és kérték a rendőr tanácsait ezekkel kapcsolatban. A beszélgetés után egy kellemes gyógytorna következett, majd a járóbeteg szakrendelő mellett elkészített akadálypálya adott feladatot a mopeddel közlekedők számára.